Nyilas Márta 5 tanítványa mutathatta be alkotásait Szekszárdon. A kiállítók mind az ő osztályában végeztek, akik különböző stílusú munkáikból alkothattak tárlatot. A tanítójuk azt mondta, a legfőbb közös bennük az, hogy mindannyian egy önálló képzőművésszé nőtték ki magukat. Hát a kiállítás apropója az végül is ahhoz kapcsolódik, hogy 10 éve vezetek osztályt a festészet tanszéken. Ez azt jelenti, hogy hallgatóknak én vagyok a mentora az alkotói tevékenységük kialakulása és folyamata folyamatában. És hát az elmúlt 10 év végzett hallgatóim közül szólítottam meg néhányat, akik az alkotói pályán vannak, és hát magas színvonalú alkotói tevékenységet folytatnak. És néhányan a megszólított emberek közül pozitívan reagáltak, és nyitottak voltak, hogy részt vegyenek eme kiállításon. Sajnos néhányan így más elfoglaltságuk miatt így időközben vissza kellett mondják a részvételt, viszont így 5 nagyon erős és szakmailag nagyon figyelemre méltó fiatal művész állít ki ezen a kiállításon. Én igyekszem olyan típusú irányba terelni a fiatalokat, hogy mindegyik megtalálja a saját személyes útját. Tehát azt figyelem meg, hogy ki milyen téma iránt érzékeny, milyen festői technikák és kifejező stílusok iránt érzékeny, és megpróbálom abba az irányba terelni, és őt úgy vezetni, hogy a személyisége, a művészi személyisége kiteljesedjen. De persze ezen túl számomra is meglepő, hogy olykor vannak ilyen kapcsok, egyébként tényleg teljesen eltérő személyiségek között emberként, viszont a művészi megnyilvánulások sokszor sok hasonlóságot mutatnak. Itt eme kiállításon is van ilyen típusú kapcsolat, vagy hasonlóság művészek között. Vladár Krisztina is festészettel kezdte pályafutását, később pedig profilt váltott, a videós alkotási folyamatok felé fordult. A kiállított művét a Pécsi Fényfesztiválon is megtekinthették az érdeklődők korábban. Azzal kísérletezek, hogy különböző faktúrájú absztrakt videókat készítek számítógépen, amiket hát saját fotóim alapján, illetve saját animációk alapján összerakok, és aztán valamilyen különleges felületre vetítem őket, tehát nem egy sík fehér fal felületre kerülnek ezek vetítése, hanem valamiféle bontott elemekre, vagy ilyen térménységet adó elemekre kerülnek rávetítése, és így a kép egy kicsit így megbomlik, és egy kicsit így új értelmezést kap maga a videó is. Ez a munka, ami itt látható, ez pedig a 2017-es, ha jól emlékszem, Pécsi Fényfesztiválon került bemutatásra, az első Pécsi Fényfesztiválon. Itt azt lehet látni, hogy különböző térménységben vászoncsíkok jelennek meg, egy ilyen 3 méter magas vászoncsíkok, fehér vászoncsíkok, és ebbe a látogató bele tudott sétálni, és két oldalról projektorral megvilágítottuk ezeket a vászoncsíkokat, és így egy olyan erdőszerű térélményt kapott a látogató, amiben bele tudott sétálni, a vászoncsíkok meg tudták érinteni, tehát hogy egyszerre többféle érzékszervet vontam be, amivel a látogató befogadhatta ezt az alkotást.
Csapai Zsófia a festészet mellett a művészetterápia irányába indult el. Korábban kiállítása volt Budapesten és Pécsen is. Eddigi alkotásai között kollázsokat és festményeket is megtalálhatunk. Egy ideje foglalkoztat az, hogy például az idő, illetve a létezés probléma köre, valamint az ismétlődés megjelenése, így például egy gondolatot illetően, és ezeket próbálom úgy különféle módon megmutatni. A kiállításon, a festményeken és a videós alkotásokon kívül még egy számítógépes mozgó grafikát is megtekinthettek a látogatók. Ezek a művek május 2-ig tekinthetők meg a Babits Mihály Kulturális Központban.